Különleges növények és állatok itt az erdőjáróban, jó napot kívánok! Legalábbis a Mátra növény és állatvilágától eltérő fajokkal ismerkedhetünk itt Nagybátonyban, Vámos Károly erdésznél. Második témánkban gyermekek vallanak arról, hogy hogyan óvnák meg a természetet a szemetelőktől, és vadászati szezon lévén a bikák nyomába eredünk, de mindenek előtt nézzük, hogy mi a helyzet a teknősökkel. Ha nincsen fákja, nincs ami világítson. Vallja Vámos Károly, aki közel 30 éve erdész és szenvedélyes növénygyűjtő. De hát a természet szeretete már foglalkozási ártalom, mondja. Kertje mint egy oázis, tele különleges örökzöldekkel, mediterrán növényekkel, amelyek remekül érzik magukat itt a Nagybátonyi Arborétumban. Ez a gumifa például közel 40 éves, pusztulásra volt ítélve, mikor Károly rálelt. A hobbi mellett a példamutatás is célja mindazzal, amit itt létrehozott. A szomszédok és az ismerősök, sőt idegenek is csodájára járnak, hogy a kínai füge, a mediterrán pálma vagy éppen a bajor kiwi hogyan is néz ki. Az évtizedek óta tartó hobbi eddig több száz növényfajta begyűjtését eredményezte. Karcsi, ha valaki ebbe a kertbe belép, akkor méltán érezheti azt, vagy gondolhatja azt, hogy az édenkertben jár, hiszen ebben a kertben annyi különleges növény, virág, örökzöld található, ami azt hiszem, hogy nagyon kevés portán. Mikor kezdte el tudatosan gyűjteni ezeket a növényfajokat? Mióta tart ez a szenvedély? Valójában ez a szenvedély állítólag óvodás koromban, amikor óvodába mentem, az útpartokról összeszedtem a frissen kikelt gyümölcsfákat, de az már, ami biztos, hogy 8 éves koromban már oltottam, biófát ültettem. Aztán, mikor a pályaválasztásra került a sor, végülis még akkor sem tudtam, hogy annyira szeretem ezeket. Édesapám bányász volt, és két bányaomlást ért meg, és mikor pályát kellett választanom, azt mondta nekem, hogy fiam, bármi lesz, csak bányász, nem? Hát akkor a másik végletet választottam, és így lett belőlem erdész. Hát 73-ban végeztem Egerben, és azóta is itt a Mátrában dolgozom. És igazán ez a gyűjtőszenvedély nem is olyan régen kezdett igazán ilyen mértékben kibontakozni, a lakásvásárlással egy időben a tér adott volt, és csírájában meglévő szenvedély tovább fokozódott, és ma már amit csak zöld és virágzik, és itt elhelyezhető, azt megpróbálom elhelyezni, csak most már szűk a tér, és már most válogatni kell. Mi alapján gyűjti be ezeket a növényeket? Mert vannak itt olyanok is, ami abszolút nem őshonos, gondolom itt hazánkban, illetve már ilyen kifejlesztett változatok, oltványok. Tehát honnan jönnek ezek a kísérletezési szándékok? A kecskerágók, amit nem tudom, majd valószínűleg látni fogunk, már nagyon régen, tehát közel 20 éve találkoztam a legelsőkkel az erdőterki arborétumban, és ott kaptam az első dugványokat. Aztán, ahogy elültettem, nem itt még, hanem a szolgálati lakásnál, ahol laktam, ott jó pár éven keresztül megfigyelhettem a fejlődését, és egyre jobban az volt a meggyőződésem, hogy ezt a különleges örökzöld növényt itt tovább lehetne szaporítani, és közben megismertem különböző változatait, és a kertészeti nemesítés is számtalan új változatot hozott elő. És ezeket gyűjtöttem be, és ezen a klímán megpróbálom őket tesztelni. Tehát ma már tudom, hogy melyik igazán fagytűrő, tehát amelyik akár mínusz 25-30 fokig is kibírja, és ismerem azokat is, ami már nem igazán fagytűrő, tehát nem erre a klímára valók. Tehát megpróbálom azokat a növényeket elkerülni, ami itt a szabadban nem igazán maradnak meg. Így aztán néhány olyan változat is előkerül, ami még a kertészeti változatokban nem igazán található. Tehát próbálunk, mivel rendkívül plasztikus növény, ezt próbálunk újakat is csinálni. Remélem majd jó pár év múlva ezek majd láthatók lesznek. Most is vannak már csírái, de még ezek nem igazán állandósult változatok. És ezt a szenvedélyt egyedül nem lehet csinálni. Családja épp úgy imádja ezt a tevékenységet, mint a családfő.
Kell is a segítség, mert bizony a növények mellett van jó pár teknős is. Igazán az állatok a fiamnak a szenvedélye. A nejem mondta ezzel kapcsolatosan, hogy akkor csináltam rosszul, mikor az első ilyen állatot, hát teknős béka volt az ilyen kedvenc, mikor az elsőt megvásároltam, és azóta ez a teknős béka fajták, illetve darabszám folyamatosan gyarapszik. Problémát okoz esetleg a lakásba is, mert néhány egyedet ott kell elhelyezni, és ahogy nőnek, egyre szűkebb így a lakás, de éppen most derült ki, hogy még oda voltam üdülni, a fiam éppen két szegélyes teknőssel gyarabította a gyűjteményt. Hát remélem, hogy nem lesznek olyan nagyok, mint az aligátor teknős, mert akkor igazán szűk lesz a konyha. De hát majd remélem, hogy majd találunk azoknak is igazán jó helyet. Összesen 30 teknősről kell gondoskodnia az ifjabbik férfiúnak. Ez pedig már az imént emlegetett aligátor teknős. Mikor Vámosék megvették, még nem tudták, hogy milyen agresszív és veszélyes fajtára tettek szert. Egy biztos házőrzőnek is jó lenne, harapásától pedig óvakodni kell, mert csonkolásos sérülést is okozhat. Ezek a kirgiz teknősök már a barátságosabb fajtából valók. Rómeó és Júlia már 16 éve élnek együtt a családdal. Téli álom hiány ugyan nem szaporodnak, de hát így sincs hiány teknősökből, mivel ez a porta menhelyként is működik. Aki megunja kedvencét, elhozhatja ide. Tudja, hogy Vámoséknál jó helye lesz. Ő pedig Szafia, család kedvence, aki remekül érzi magát a teknősök társaságában itt az Éden közepén. Aki már járt itt, méltán érezheti úgy, hogy egy Gerald Durrell regény helyszínére csöppent. És még ez nem minden. A kerttől néhány méterre van párja is a ritkaságok földjének. A másik kert, amit elkezdtünk 2 éve alakítani, valójában azért alakult ki, mert mikor ide költöztem lakni 7 évvel ezelőtt, a falu végén egy csodálatos, az aszfaltos út végéig kiérő szeméttelepet találtam itt, és ennek a felszámolását másképp nem tudtam megoldani, csak úgy, hogyha megvásároltuk, és bizonyos segítséget kaptam az önkormányzattól is, de az önkormányzat ezeknek a személyteleteknek a felszámolásában még egyelőre úgy nézem, hogy tehetetlen. Példaértékű, hogy ennek a falunak a végén, ezen a végén már nincs személytele. És remélem, hogy nem azért fognak ezek a személyteletek a faluk végén megszűnni, mert valaki kedveli a növényeket, hanem azért, mert szeretne olyan környezetbe élni, ami mindenképpen emberi, ne pedig olyan, amit jó néhány helyen látni lehet. És szeretném az embereket megtanítani arra, hogy a környezetüket úgy szeressék, hogy ne tegyék közbe tönkre. És szerintem az elsőleges kérdésében mindenképp a személyes példamutatás, tehát ha nincsen fákja, akkor nincs, ami világítson. Talán így tudnám igazán értékelni ennek a munkának a szerepét. Nem csak az, hogy a családomnak és saját magamnak örömet jelent, hanem az, hogy azok az emberek, akik itt elmennek, megállnak és egy kicsit rácsodálkoznak. És a következmény az, hogy nála is hasonló növények jelennek meg, vagy ha nem ez a nagyon nagy növény választik, csak egy-egy növény, ami megtetszik neki, és ezzel az ő környezetét is szebbé teszi. És ha én fogok arra járni, és akkor látom, hogy hát már nem egyedül vagyok. Bízom benne, hogy ez így. Tehát a több tonna szemét helyén ma már halastó, faiskola, zöldségritkaságok és szemkápráztató dísznövények pompáznak. 3 éve itt is virul a természet. Az oltott, saját kezűleg nemesített, gömb alakú kecskerágó fák a gazda büszkeségei. Szeretné a hagyományos tuják és fenyők mellett, ezek is ott díszelegnének mások kertjében is. A gyűjtő szenvedéllyel és természet szeretettel szeretne másokat is úgymond megfertőzni. Vámos Károly példát mutatva alakítja környezetét, emberközelibbé, barátságosabbá és egészségesebbé téve. Tehát fákja van, világít, csak követnünk kell. Kedves nézőink, Vámos Károly csodálatos kertje után egy kicsit visszavonulunk ide a Gyöngyösi Városi Televízió műsorába, ahol gyerekek vallanak arról, hogy hogyan is óvnák meg a természetet a szemetelőktől. Vendégeink a témával kapcsolatos pályázat nyertesei, melyet tanévkezdéskor a mátrafüredi erdészet tett közzé. Köszöntöm a stúdióban Dudás Bélát, az erdőjáró erdészeti szakértőjét. Béla, milyen indítatásból írtátok ki ezt a pályázatot? Mi volt az aktualitása?
Az Országos Erdészeti Egyesület 4 éve hirdette meg először az Erdők Hete rendezvénysorozatot, ami tulajdonképpen az erdő népszerűsítését és az erdő védelmének népszerűsítését hivatott ellátni. Az idei Erdők Hete rendezvénysorozat keretében a fő téma, amivel a társadalmat szeretnénk egy kicsit felbolygatni, az erdő és a szemét. Az erdőn elhelyezett szemétnek az ügye. Gondolkodtunk sokat, hogy ennek kapcsán milyen rendezvényt hirdessünk meg itt a Dél-Mátrában, és úgy gondoltuk, hogy volt már annyi szemétszedő kampány, hogy nem kellene ezzel fárasztani a gyerekeket, mert hogy amellett, hogy viszonylag nehéz és olykor gusztustalan munka is a szemétgyűjtés, veszélyeket is rejt magában, úgyhogy arra gondoltunk, hogy inkább a gyerekek fantáziáját, illetve gondolatvilágát keltjük fel egy pályázattal. Elsősorban azért, hogy ők is szívügyüknek érezzék az erdők védelmét, és hát kíváncsiak voltunk, hogy milyen ötleteik vannak. Egy nagyon színvonalas pályázatról van szó, ugyanis nagyon sok szép és értékelhető pályaművet kaptunk, több mint 40 kisdiák nevezett innen Gyöngyös általános iskoláiból, illetve a térség általános iskoláiból. A rajzok mindegyikét itt kiraktuk, nem tudom, hogy mennyire látható itt a mögöttünk lévő paravánon, és két korcsoportban az első 3 helyezett stúdiónk vendége is, tehát az első korcsoporti díjazottjait nagyon sok szeretettel köszöntjük itt a stúdióban, Gál Grétát, Ócsai Rebekát és Török Alexandrát. Arra kérnénk benneteket, hogy mutatkozzatok be röviden, melyik iskolából jöttetek és miért indultatok ezen a pályázaton. Kezdjük talán Grétivel, hiszen ő a pályázat első helyezettje. Melyik iskolából jöttél, Gréti? Arany János általános iskolából. És hányadik osztályban jársz? Második C. Környezetórán gondolom sokat foglalkoztok ezzel a szemét problémával, illetve kirándulások alkalmával is nagyon sokszor tapasztaljátok, hiszen a magában a pályázatban, ha jól tudom, egy 10 pontot soroltál fel, és ugyanakkor jelezted, hogy a süni csoport tagja vagy. És a 3. helyezettünk is, ha jól látom, a süni csoport tagja, igaz? Igen. Mesélnétek erről a csoportról, hogy mit csinál ez a süni csoport? Hát... sok minden. Például kirándultok? Merre szoktatok kirándulni? Hát a Mátrában voltunk eddig. Uh-huh. És milyen helyekre emlékszel? Merre jártatok? Hát erdőben. Igen? Játszótéren. Gréti, te egy osztálytársnőddel, Nagy Judittal együtt készítetted ezt a pályaművet, ahol 10 pontba foglaltátok az erdőjárók úgymond parancsolatait. Mi mindenről írtatok? Az üdítős flakont ne szúrd szét. Uh-huh. Leszórjuk szét, tehát ha szemetes nem találunk, akkor mi a teendő? Hogy ne... dobjuk el. Így van, hazavisszük. Elfér az a hátizsákba, üresen is, így igaz? Igen. Ezeket te találtad ki, mind a 10 pontot, vagy a süni csoport összeült, és együtt találtátok ki ezeket a... Összeültetek. És hányan vagytok ebben a süni csoportban? 24-en. Akkor nem csak egy osztályból, hanem több osztályból is vannak tanulók ebben a csoportban, ugye? Igen. Uh-huh. Jó. Akkor megnéznénk Rebekának a munkáját is, ami nagyon színvonalas munka, és rá is van írva a papírra, hogy a szüleid segítettek ebben. Igen. Ezek szerint együtt, úgymond, a te ötleteid alapján a szüleid segítségével formába öntöttétek. De a rajzot azt egyedül csináltam. Azt mindjárt gondoltam, hogy a rajz az egyedül, nagyon szép, és ráadásul 2 is rajzoltál. Nagyon szépek a rajzok. És azt mondjuk el, hogy Rebeka 2. C osztályos, és a 2. Rákóczi Ferenc általános és művészeti iskolába jár. És a kirándulások során is gondolom együtt kirándultok, vagy kirándulsz a szüleiddel, igen, ugye? És merre szoktatok járni, és mit tapasztaltál az erdőn? Hát a Mátrába szoktunk menni kirándulni, és szoktunk gyűjteni terméseket, azt bevisszük az osztályba megmutatni,
meg egyszer voltunk olyan helyen is, már nem tudom hol volt, hogy gyűjtöttünk ilyen tollakat, és ilyen szép... Madártollakat? Igen. Uh-huh. És ezt is bevittük az iskolába. Uh-huh. Hát most itt van újra az ősz, most megint lehet majd terméseket gyűjteni. És hát egészen biztos, hogy ti fogjátok használni azokat a személygyűjtőket, amit mi kihelyeztünk az erdőre. A harmadik pályamunka, ami díjazásra került, az az Alexandráé. Nagyon szép a te rajzod is, és látom, hogy te is a Süni csoport tagja vagy, igen, ugye? Azt kérdezném tőled, hogy a rajzokat már egyedül találtátok ki? Igen. Ugye? Uh-huh. Csak ezekben a szabályokban dugtátok össze a fejeteket, ugye? Igen. Uh-huh. És ki a tanítónénitek, aki összefogja ezt az egész Süni csoportot? Hát... Mert gondolom, hogy van egy tanár, vagy akár többen is, aki segít nektek. Kettő tanítónénink van. Igen? Kik azok? Lívia néni és Éva néni. Uh-huh. És ők segítenek nektek. Uh-huh. Értem. Akkor hát, talán a díjazás is megtörténhet. Tudjátok-e, hogy mit fogtok nyerni? Biztos nem tudjátok, mert hogy nem árultuk el, és oklevelet is kap mindenki, úgyhogy szeretettel adom át Grétának, és hát mivel van egy társszerző is, a Nagy Judit, meg tudtok osztozni az ajándékon, mert olyan az ajándék, és fogad szeretettel az oklevelet is. És mi az ajándék, Béla, mert mi sem tudjuk? Könyvutalvány, amit itt Gyöngyösen is több helyen is levásárolhattok, úgyhogy lehet szép könyveket venni, természetről is, meg másról is. Úgyhogy a szüleiteket kérjétek meg, segítsenek nektek, és a könyvesboltba le tudjátok vásárolni. Második helyezett a Rócsai Rebeka, gratulálok neked is. Köszönöm. És a harmadik az a Török Alexandra, neked is gratulálok. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy részt vettetek a pályázaton. Béla, egyébként én még annyit hagyj kérdezzek már meg, hogy nagyon sok pályázó kitért arra, hogy több szemetes létesítene az erdőkön, illetve volt olyan is, aki azt mondta, hogy őröket állítani az erdőbe, akik rászólnának a kirándulókra, hogy ne dobják el a szemetet. Na hát ezt gondolom, hogy nem megvalósítható. Az erdészet hány millió forintot, meg gondolom, hogy itt már milliós nagyságrendekről kell beszélnünk, hány millió forintot költ arra évente, hogy úgymond a gondatlan túrázók után, illetve azok után, az emberek után, akik a kommunális hulladékot viszik ki az erdőbe, azok után eltakarítsák, úgymond kitisztítsák az erdőt. Igen, hát jelenleg mintegy 3 millió forintot költünk erre a célra. Ez szervezett munkaként folyik januártól decemberig. Természetesen a turisztikai csúcsszezonban sűrített járatok dolgoznak, de hát sokszor úgy tűnik, hogy ez sem elég, ez sem kevés. Hát az valóban nem valósítható meg, hogy mindenki mellé őt állítsunk. Egyrészt a jogszabályi feltételek sincsenek meg egyébként ahhoz, hogy úgymond őrizzük komoly mértékben az erdőt, tehát így az őrzési tevékenységnek a hatásfoka a jogszabályi bonyodalmak miatt nem túl jó. Hát hál' Istennek az önkormányzat mellettünk át, és jelentős, mármint a Gyöngyös önkormányzat, jelentős pénzügyi segítséget ad ehhez a feladathoz, úgyhogy így valamennyire elejét tudjuk venni ennek a problémának, de hát sziszi-fuszi munkára készültünk föl, tehát tisztában vagyunk avval, hogy a társadalmi tudat egy jó darabig még ilyen lesz, tehát a társadalmi tudat formálása az egy hosszas feladat, hosszas munka, tehát ennek az eredménye talán majd az új generációk felnövekedésével lesz igazán jó és hatásos. És hát a Süni csoportok feladata, hogy már ilyen korban is beleneveljék úgymond a gyerekekbe magát, hogy a tiszta erdőt, ugye a tiszta oxigént, magát az életet adó természetet nem tesszük tönkre. Még egyszer gratulálunk az első korcsoport az alsósok nyerteseinek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Most pedig ismerkedjünk meg felső tagozatos nyerteseinkkel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Balla Andreát és Palik Jánost. Az első három helyezett, így szól Balla Andrea, Kelemen Péter és Palik János, azonban Kelemen Péter nem tudott eljönni a díjkiosztóra, mert ha jól tudom, éppen erdei iskolában van. Igen, abban a szerencsés helyzetben van része, hogy erdei iskolában van. Szeretnénk, ha bemutatkoznátok, hogy melyik iskolából jöttetek, hányadik osztályosok vagytok, és milyen indítatásból pályáztatok.
Bal Andrea vagyok, a Zabosári Általános Iskolából jöttem, és 7. osztályos. És honnan szereztél tudomást erről a pályázatról? Hol olvastad? Láttam a Gyöngyösi TV-n. Nagyon jó. És te, János? Pölik János vagyok, a 2. Rákóczi Általános és Művészeti Iskolából, 8. C osztályos vagyok, és az igazgatónéni olvasta fel nekünk a pályázatot. Ennek örülök, mert sajnos volt olyan iskola, hogy elkallódott az a levél, amit mi elküldtünk nekik, tehát valószínű, hogy nem minden iskolában lett kihirdetve ez a pályázat. Tehát örülök annak is, hogy a képújságnak is sikere volt, úgymond, és egy abasári pályázó is érkezett. Ezzel kapcsolatban hagyd mondjam el, hogy mi azokba az iskolákba küldtünk el a pályázati felhívást, ahol mi erdőterülettel bírunk, hiszen valahol ugye határt kellett szabni annak, hogy közvetlen módon meghirdessük a pályázatot, hiszen mondjuk megye szintre nem lehetett ezt meghirdetni, ezért tettük ezt. De hát nagyon örültünk annak, hogy egy abasári jelentkező is volt, és hát nem is akárhogy szerepelt, hiszen első lettél a pályaműveddel. Nagyon gyakorlatias és nagyon okos dolgokat leírtál, és hát a rajzod is nagyon szép. Ugye fölvázoltad azt a két alternatívát, amit választhat az ember. Én legalábbis számomra ez tükröződik, meg hát ugye oda is van írva. Ha jól tudom, nem az első pályázat, amin részt veszel. Igen. Erről mesélnél nekünk? Hát sok pályázaton nyertem már, a Millenniumi rajzpályázaton is, egy Gyöngyösen a műfázban. Uh-huh. Tehát több rajzpályázaton is indultál. Igen. Már, tehát már egy bizonyos rutinod is van ebben a dologban. Igen. Sokat is jártok túrázni, akkor gondolom, így igen, iskolával, baráti körrel. És van-e hatása annak, ha te mondjuk rászólsz egy-egy osztálytársadra, ha valaki szemetel az erdőben, mert észrevesszük a szemetet úgymond mindannyian, csak hát ezért tenni is kell valamit. Tehát valaki azt mégis eldobja, azt a szemetet. Igen, valamilyen hatása van, mert néhány osztálytársam hallgat rám. Tehát akkor te aktívan úgymond óvod a természetet. Igen. János, te ugye nem rajzoltál, de hát ez nem is volt feltétel, a rajzzal csak ki lehetett egészíteni a pályaművet, viszont eléggé reálisan festetted meg a valóságot. Igazi kamaszos pályázat. Igen, és eléggé kamaszos pályázatra sikerült, de hát nagyon tetszett nekünk, ezért is lettél helyezett. Ez az utolsó mondatod, ez nagyon érdekes. Ezt, ha megengeditek fel, és olvasom. Kicsit erős, de hát... Egy kicsit erősnek tűnik, azt mondja a János, hogy ha valaki ezek után nem érti meg az erdők tisztántartásának fontosságát, azok szerintem nem igazán lehet segíteni, az megérdemli az oxigén hiányt. Ez nagyon érdekes. Ezt valóban így gondolod? Szerintem igen. Uh-huh. Csak ugye ebben van egy eléggé komoly probléma, hogyha a rossz akaratú embereknek nem jut oxigén, akkor valószínűleg a, igen, sajnos, a jó akaratúaknak se jut. Igen, de hát ennek ellenére nagyon gyakorlatias dolgokat írtál át, tehát azt hiszem, hogy jól látjátok a valóságot, és hát remélem, hogy segítettek nekünk a probléma megoldásában is. Jó, és akkor igen, a díjátadás. A díjatok könyvutalvány, amit be tudtok vásárolni, és szép könyveket tudtok rajta venni. Gratulálok, Andrea, az első helyezésedhez. És János, gratulálok a harmadik helyezésedhez. Nagyon nem állok föl, mert a drótok nem engedik. Most Béla, amíg a diákok annyit tehetnek, hogy rászólnak egymásra, hogy ne dobják el a szemetet egy-egy kirándulás során. A szakember hogyan látja, miben látja a megoldást? Hát a megoldás kettős, mint általában a környezetvédelemben kettős megoldások, illetve a természetvédelme kettős megoldások léteznek. Ugye egyrészt egy globális gondolkodás és egy lokális cselekvés. A lokális cselekvés az mindennapos feladatot jelent számunkra, az aktív szemét eltakarítás. Ezt ugye folyamatosan kell végezni, és hát a globális gondolkodásnak a része ez az adás is, tehát a tudatformálása. Ezért próbálunk a társadalom felé közeledni,
megközelíteni az erdész szakmát, bevinni a hétköznapi életbe, hogy megosszuk azokat a problémákat, társadalmiasítsuk azokat a kérdéseket és problémákat, ami bennünket foglalkoztat. Hát akkor úgy legyen ez a lokális és globális gondolkodás és cselekedet, és akkor így a televízió nyilvánosságán keresztül is felhívjuk a túrázók és a kirándulók figyelmét, hogy ne bántsák a Mátrát, ne bántsák a természetet, ne szemeteljenek. A nyerteseknek pedig még egyszer gratulálunk, köszönjük, hogy eljöttetek ide hozzánk a televízióba, és hát a jövőben is vegyetek részt tevékenyen, úgymond a természetvédelemben, mert hát az ifjúságra számíthatunk. Köszönjük szépen. Most pedig, kedves nézőink, menjünk vissza az erdőbe, hiszen szeptember lévén a vadászati szezonról lesz szó. Szaknyelven szólva, összerogytak az első bikák a Mátrában. Hétköznapi nyelvezettel mindez így hangzik. Kilőtték az első szarvasbikákat a Mátrafüredi erdészet területén. A szakemberek pedig remélik, hogy az idei szezon is az elmúlt évekhez hasonlóan jól alakul. Erdőségeinkben már javában zajlik a szarvasbőgés, mely egyben a vadászati szezon kezdetét is jelenti. A vadászok nagy reményekkel tekintettek a szeptember 1-től január 31-ig tartó idény elé. A szakemberek már nyáron felfigyeltek a termetes szarvasbikákra. Évente 10-15 ilyen bikát lőnek ki, ennek 80%-át bőgési szezonban ejtik el. Ilyenkor könnyebb vadászni rájuk, mert gyakrabban előbújnak az erdő sűrűjéből. Az igazi vadászok október 10-ig ejtik el életük büszkeségét, a kapitális trófeával rendelkező vadat, mondják az erdészek. Annak a három főből álló osztrák vendégvadász csoportnak szerencséje volt, aki az idei szezon első két bikáját kilőtte. Már korábban is voltak vendégeink, akiknek tudtunk bikát mutatni, csak sajnos nem találták el, tehát lőttek rá, de nem találták el. Most volt egy külföldi csoportunk, akik igen jó eredménnyel vadásztak és úgymond puskáztak a vadra. Van először egy nagyon szép és nagyon öreg őszbak, ami tulajdonképpen a Mátra hegységre jellemző, hogy nem kapitális trófát növeszt, de igen mutatós, vadásszemet gyönyörködtető. Aztán van egy jó közepes örök selejt bikának mondható villás 8-as bika, ami hasonlóan szép trófea, és van egy nagyon szép, talán az idei egyik legnagyobb szarvasbika trófeája, amely a terítéken látható, az egy körülbelül 8,5 kg nehéz trófeát viselő, 10-11 éves szép kapitális szarvasbika. A vadászé csupán az agancs lehet, persze borsos árért cserébe. A vadhúst a vadfeldolgozóban kiporciózzák és kereskedelmi forgalomban megvásárolható. Az erdészek remélik, hogy a szarvasbikáéhoz hasonló, kapitális trófeával rendelkező muflonkost és vaddisznót is fognak lőni a vadászok még az idei szezonban. Annál is inkább, mivel hasonló jó árbevételben reménykednek, mint a tavalyi volt. A kornis tárnics a Mátra védett virágai közé tartozik. Sűrűn, leveles, egyszerű, felálló szárú, 20-40 cm magas évelő. A levelei szálas, lándzsásak, tompa csúcsúak, sodrottak. Harangalakú vagy tölcséres virágai, 4 cm hosszúak, sötétkékek. Ezek általában a szár csúcsán, esetleg a felső levelek hónaljában, 10-es csoportokban állnak. Az öttagú szirom cimpái belül zöld, apró pettyes mintázatúak, külső oldaluk ugyanakkor zöldesen csíkozott. Augusztusban és szeptemberben virít. Zsombékok, láprétek, erdei tisztások ritka, védett növénye. Eszmei értéke 10 000 forint. Kedveli a tőzeges, nyaranta, gyakran száraz, valamelyest méztartalmú talajt. Régóta ismert gyógynövény. Mind a föld feletti részben, mind a gyökerében keseranyagokat tartalmaz. Hívják még enciánnak, rettegőfűnek,
és tátincsnak is.